Örömmel köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. A mai alkalommal Veres József lelkipásztor az ember rendeltetéséről fog egy újabb igét szólni, mely Isten dicsőítéséről szól. Az ember rendeltetése teremtésénél fogva az, hogy éljen, szeressen, uralkodjon, mely gondolatokról már hallhattunk ebben a fél évben a péntekesti ligeszolgálatok alkalmával, ma este pedig arról fogunk hallani, hogy mit jelent Istent dicsőíteni. Veres József lelkipásztor ligeszolgálata következik, áldott alkalmat kívánok! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Örvendek annak, hogy újból együtt lehetünk az éter hullámain és az ige hullámain is. Tovább folytatjuk azt az elmélkedésünket, amely az ember rendeltetésére nézve üzenetet képvisel számunkra a Szentírásból. Keressük az életünk értelmét és a helyünket ebben a világban, és a Szentírás, a Biblia ilyen téren igenis eligazítást ad számunkra. Ha emlékeznek még a kedves tévénézők, akkor három ilyen irányjal foglalkoztunk eddig, megközelítéssel a Szentírás alapján. Az első az volt, hogy az ember rendeltetése Isten igéje alapján általában az őstörténetből kiindulva egész a Biblia végéig nagyjából áttanulmányoztuk ezt a témakört. Az első volt az, hogy éljen. Az ember azért lett megteremtve, és az a rendeltetése elsősorban, hogy éljen, és az életet az tiszteletben tartsa, és fenntartsa, mert ajándékba kapta. A második emberi rendeltetés, amire az ember lett rendelve, az az, hogy szeressen. Ha a szeretet nincs, akkor semmi nincs, mondja a mondás is, és valóban így is van, hogy az embernek az elsődleges célja az, hogy szeressen elsősorban Istent, akitől származik, utána pedig az embertársát.
Tehát így válunk, és így leszünk igazán emberekké. És a harmadik, amivel foglalkoztunk, az az volt, hogy az ember egy óriási lehetőséget kapott arra, hogy uralkodjon. Uralkodjon a környezete felett, a világ felett, amit Isten rendelkezésére bocsátott. És ez nagy felelősséggel, kihívással jár, ugyanakkor elégtétellel is az ember számára, hogy uralkodhat. Az uralkodás, az emlékeztetlek, hogy az nem kihasználást jelent és kizsákmányolást jelent, hanem gondoskodást jelent. Tovább szeretnék menni, és ezennel az utolsó olyan témakörhöz érkezünk, amely befejező is lesz, és pedig az ember rendeltetésére nézve a negyedik ilyen irány lenne az, hogy az ember arra lett rendelve Istentől, hogy dicsőítse az Istent. Újból a teremtéshez szeretnék viszonyítani, de most már nem a Mózes első könyvének az első, második fejezetében található teremtés történetekhez. A Szentírás sok helyen máshol beszél bőven a teremtésről, még sok más információval lát el bennünket, és egyik ilyen ige, egy egész fejezet, amely a teremtésről szól, az a Zsoltárok könyvében található, és szeretném ezt felolvasni, a 8. Zsoltár, ahol megjelenik a teremtés, a teremtett világhoz való viszonyulása az embernek. Tehát a 8. Zsoltár így hangzik. Mi, Urunk, Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémist. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá, hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel koronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél, juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön. Ennyi a 8. Zsoltár, bizonyára ismeretes valamennyiünk előtt. Ott van a közepébe beágyazva a teremtés beszámoló, a teremtésre való hivatkozás, és pedig azt mondja itten, hogy mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, tehát Istennek az ujjai vannak elsősorban megemlítve, ami által formált, alkotott magát az embert, Isten a saját kezével formálta meg, és lehelte bele az ő órába, az isteni szájon keresztül, az életnek leheletét. Tehát a te ujjaidnak munkája, aztán említi az égi testeket, holdat és csillagokat, amelyeket kimondja egy az egybe, teremtettél. Aztán jön az ember maga, a teremtés koronája, így is szoktuk nevezni, tehát a csúcspontja, az úgy van megemlítve, mint az ember, akire az Istennek gondja van, és kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Tehát itt van az ember a teremtés fölött, a teremtés középpontjában. És mégis, ha az egész Zsoltárt nézzük, látjuk ezeket a viszonyokat, a alá és fölé rendeltséget. Az ember fölé van rendelve a világnak, és uralkodnia kell. Erről is beszél a Zsoltár, hogy urrá tetted őt, kezeid munkái, mindent lábai alá vetettél. Tehát az embernek, amint már láttuk előző témakörünkben, uralkodnia kell. Itt ez a gondolat újból megjelenik. De az ember, mikor látja és felfedezi az ő helyét a teremtett világban, látja ezt a fölérendeltségét a világnak, az állatvilágnak, sőt, még az egész földnek, tengernek, az ég madarai, a juhok és mindenféle varon, még a mező vadai fölött is áll az ember, kell állnia, uralkodnia,
észreveszi az ő gyámoltalanságát, észreveszi azt, hogy ő segítségre szorul, és az Isten maga kell, hogy róla gondoskodjon. Ez a Zsoltár közepében van megemlítve, az 5. versben újra olvasom. Micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Tehát ez az ember, aki uralkodik és képes uralkodni, mert Isten megadta számára ezt a képességet, hogy uralkodjon egy egész világ fölött, neki is gondját kell viselni. Szép ez az összefüggés, ez a fölé és alárendeltség, ami az Isten, ember és a világ kapcsolatát illeti. Tehát mi az egész világ fölött állunk, itt lenne a Földön, Isten ezt így adta, így rendelte, de a magunk során mi is Isten alá vagyunk rendelve, és mikor az ember felfedezi ezt a helyzetét, ezt a helyes viszonyulását és helyét, akkor eleve ki van zárva az öncsodálat, az önimádat, hogy ő milyen képes, hogy ő milyen adottságokkal rendelkezik, mert ő is függőségben van, és ez az Isten iránti függőség vezeti őt az Isten dicsőítésre rá, mert rájön, hogy az Isten neki gondját viseli, szüksége is van erre, hogy megemlékezzen róla, és gondja van rá. Ő egy halandó, akivel az Isten törődik, és vigyáz rá. Aztán, ha megfigyeltük, a Zsoltár első ígéje és az utolsó ígéje ugyanazt mondja el, és ez nem más, mint maga az Isten dicsőítés, aki felfedezi a fölényét a világ felett, nem beszélhet öndicsőítő módon, hanem csak az Istent megszólító magasztalásában. A második és a 10. vers ugyanaz, csak egyiket olvasom. Mi Urunk, Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön. Ez kétszer jelenik meg, pont az elején és pont a végén, ami körülzárja ezt az egész Zsoltárt. Tehát a teremtettség, a teremtettségünk, az embernek a teremtettsége és a teremtett világ fölötti uralma és a saját helyzete, ami függőséget mutat Isten iránt, mindez az embert az Isten dicsőítésére vezeti rá. Tehát az ember rendeltetése végcélja, és Istennek az eredeti célja is, az nem más, mint az, hogy az ember miután mindent megkapott, minden lehetőséget, és kihasználja és használja ezt a lehetőséget, utána meghúzza a vonalat, és nem marad más, csak az, hogy az Isten dicsőítse. Csodálja az Istent, az ő csodálatos ajándékaiért, és azért, ahogy vele jár, és vele ő érette mindent megtesz, és róla gondoskodik. Egy másik teremtési beszámoló, ami szintén nem Mózes első könyvének az első-második fejezetében található, az nem más, mint a Jobb könyve 38. fejezetében a 4. verstől, ezt is szeretném olvasni. Ez is egy hosszú, nem fogom olvasni teljes egészében, egy hosszú teremtési leírás. Azt mondja itt Isten, felteszi a kérdést Jobbnak, hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat. Ki határozta meg mértékeit? Ugyan tudod-e? Avagy ki húzta el felette a mérőzsinort? Mire bocsátották le oszlopait? Avagy kivetette fel szegletkövét, mikor együtt örvendezének a hajnal csillagok, és Istennek minden fiai vigadozának, és a teremtés leírása, különböző elemek, titkok tovább folytatódnak egészen a fejezet végéig. De itt be van szúrva, be van ékelve ez az információ, ami fontos a teremtéssel kapcsolatosan, és pedig az, hogy mikor Isten teremtett, és persze az embert magát teremtett, és az ember nem lehetett még jelen a teremtés kezdetétől, csak a 6. naptól csatlakozik úgymond a teremtéshez, és lesz megteremtve, és utána már csak egy nap van, a nyugalom nap, a 7. Mégis azt olvassuk itt ebben a beszámolóban, hogy mikor az Isten teremtett,
akkor valami más is, egy érdekes dolog történt, hogy együtt örvendezének a hajnal csillagok, és az Istennek minden fiai vígadozának. Itt mennyei lényekre, angyalokra történik utalás, így vannak itt megnevezve, mint hajnal csillagok, és egy héber párhuzamban ez kitűnik, hogy mikor együtt örvendezének a hajnal csillagok, ugyanazt jelenti, hogy az Istennek minden fiai, és az Isten angyalai is Istennek a teremtményei és fiai vígadozának. Tehát az angyalok dicsőítették az Istent. És ez az információ, ez az adat, mondjam úgy, hogy az angyalok, mint teremtett lények, ők is a történelem különböző időpontjain dicsőítik az Istent, ez benne található a Szentírásban, a Bibliában, és íme itt már a teremtéskor látjuk, hogy az angyalok, az Istennek a fiai, a hajnalcsillagok, azok örvendeztek és vígadoztak, és ezt az örömüket Isten magasztalásában és dicsőítésében fejezték ki. A történelemben más helyen is találjuk azt, hogy angyalok és angyalok serege, sőt, vígadozik, örvend és az Isten dicsőítik. Az következő nagy történelmi esemény, ami mondhatni, hogy a történelemnek a középpontja, az nem más, mint a Jézus Krisztusnak a betlehemi megszületése, és csak úgy megjegyzem, nagyon fontos információ ez, hogy Jézus Krisztus megszületésének önmagában nincsen jelentősége. Ő azért született meg, hogy megváltson bennünket, ő ezért jött és öltött testet, azért jött el a földre, és vette fel az emberi természetünket. Tehát a megszületése az egybe van kötve és elválaszthatatlan a megváltással, a halálával. Ő azért született, hogy meghaljon, és ezért az egész földi szolgálatát és halálát és születését Jézusnak egybe kell vegyük, és úgy kell azt értsük, mint a megváltást magát. Tehát Jézus születésékor azért örventek az angyalok, mert Jézus Krisztus eljött, hogy megváltsa és megmentse a világot. A Lukács evangéliumában találunk egy ilyen információt az angyalok seregéről, akik örventek Jézus Krisztus földre jövetelekor. A Lukács evangélium a második fejezetében a 13. vers, és hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Istent dicsérik, és ezt mondják, vala a dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Ott voltak a pásztor emberek is, akik elcsodálkoztak. De azt olvasjuk a 20. versben, hogy a pásztorok pedig visszatérének, dicsőítvén ők maguk is, és dicsérvén az Istent mind azok felől, amiket hallottak, és amiket láttak, amint nékik megmondatott. Tehát végül az emberek is, ha nem is teljességében akkor, de az a kis pásztorok csapata bekapcsolódik ebbe az egyetemes, mondjam úgy a következőkben, ez erőle van vetítve, mint nagy egyetemes Isten dicsőítés. Tehát bekapcsolódnak ebbe az Isten dicsőítésbe. Előbb az angyalok, Jézus Krisztus születésékor egy angyal jelenik meg, aztán angyalok egész serege jelenik meg, és dicsőítik az Istent, mert okuk van rá, mert látják azt, amit művel, amit vállal, amikor megszületik, eljön erre a földre, és a haláláig ez a dicsőítés, ez fennáll, ez az alapja ennek a dicsőítésnek. De a pásztorok is nyomban, ahogy megértik, hogy miről van szó, indítatást éreznek, hogy bekapcsolódjanak ebbe az Isten dicsőítésbe. Dicsőítvén és dicsérvén az Istent azok felől, amiket hallottak és láttak, amint nékik megmondatott. Az angyalok Isten dicsőítése a Jelenések könyvében is megjelenik, ahol már szintén a megváltás után, Krisztus kereszthalála, a bárány halála után végül kiteljesedik az egész világ egyetemre, és ez még előttünk áll, még ránk vár ez a
ez az egyetemes Isten dicsőítés a Jelenések könyve 5. fejezetében például egy óriási leírás van, ahogy különböző körökben, szinteken kezdik el a bárány, az Isten és a bárány dicsőítését. Jelenések könyve 5. fejezetében a 11. verstől azt olvasom, és látám és hallám a királyi szék, a lelkes állatok és a vének körül sok angyalnak szavát, és az ő számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 vala. Nagy szóval ezt mondván, méltó a megületett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást. Sőt, azután hallám, hogy minden teremtett állat, teremtett lény, amely van a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja vala, a királyi székben ülőnek és a báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké. És a 4 lelkes állat mondta ámen, és a 24 vén leborult és imádá az örökkön örökké élőt. Ez már a végső cél, célba érés, végső állomás, ahol most már az angyalok serege és a megváltottak teljes egészében egy új világban az Istent dicsőítik. Nagyjából végigvonultunk az egész Biblián, de szeretnék még kiemelni néhány fontos történelmi időpontot, ahol szintén az Isten dicsőítés megjelenik, esetleg utalok rá. Az egyiptomi rabságból való szabadulás következtében Mózes és Izrael népe elkezdenek énekelni. Ez szinte ösztönszerűen jön azért, mert átélték az Istennek a szabadítását. És Míriám is az őt követő asszonyokkal szintén egy ilyen énekbe kezd. Ez a Mózes 2. könyve 15. fejezetében található. Ajánlom, hogy olvassuk el, mikor lehetőségünk adódik, a Mózes 2. könyve 15. fejezetében ezt a dicsőítő éneket. Én az első verstől olvasom most. Akkor énekli Mózes és Izrael fiai ezt az éneket az Úrnak és szólának mondván, éneklek az Úrnak, meg fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett, erősségem az Úr, és énekem, szabadítómá lőnékem, ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom. Vitéz harcos az Úr, az ő neve Jehova, vagy Jahvé. És a 21. vers azt mondja, és felele nékik Míriám, énekeljetek az Úrnak, mert fenséges ő lovat lovasával tengerbe vetett. Tehát, mikor megtapasztaljuk a szabadulást, akkor szintén ez az Isten dicsőítés kell, hogy elfogjon bennünket. Tehát láttuk azt, hogy a teremtés láttán, a teremtés kapcsán az ember arra érzi magát késztetve és rendelve Isten által, hogy dicsőítse ezért az Istent. Amikor látjuk az eget, a tengert, a földet, ahogy Isten megteremtett bennünket is ebben a világban, akkor ez az Isten dicsőítésre kell, hogy vezessen. Mikor megtudjuk és megtapasztaljuk, mert elfogadjuk az Istennek a szabadítását, a megváltását, akkor szintén az Isten dicsőítése kell, hogy feltörjön az emberből belőlünk. Aztán a Zsoltárok könyvéhez visszatérve, két zsoltárt is említhetnék arra nézve, ahogyan a zsoltáros látja az Isten dicsőítést, szintén a teremtés alkotásával kapcsolatosan, ahogy felismeri, a 145. zsoltár. Azt mondja a 145. zsoltár első versétől.
Magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké. Minden napon áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké. Nagy az Úr, és igen dicséretes, és az ő nagysága megfoghatatlan. Nemzedék nemzedéknek dicséri műveidet, és jelentgeti a te hatalmasságodat, a te méltóságod dicső fényéről, és csodálatos dolgaidról elmélkedem. Rettenetes voltod hatalmát beszélik, és én a te nagyságos dolgaidat hirdetem. A te nagy jóságod emlékeiről áradoznak, és a te igazságodnak örvendeznek. Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez. Dícsér téged, Uram, minden teremtményed, és áldanak téged a te kegyeltjeid. Tehát beszél úgy a teremtésről, az Isten műveiről, alkotásairól, mind az ő irgalmáról és szabadításáról, és mind a kettő az Isten dicsőítéséhez vezet. És a 148. Zsoltár egy teljességében Isten dicsőítő Zsoltár, hadd olvassam fel, ahol az égi testektől kezdődően az utolsó féregig, és utána persze az ember is rákapcsolódik, rá hangolódik erre az Isten dicsőítésére. Egy nagy felhívással kezdődik, azt mondja a 148. Zsoltár, dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Urat az égből, dicsérjétek őt a magas helyeken, dicsérjétek őt angyalai mind, dicsérjétek őt minden serege, dicsérjétek őt nap és hold, dicsérjétek őt mind fényes csillagai, dicsérjétek őt egeknek egei, és ti vizek, amelyek az ég felett vagytok, dicsérjétek ők, dicsérjék ők az Úrnak nevét, mert parancsolt és előállottak ők. Örök időre állította fel őket, törvény szabott és nem tér el attól. Dicsérjétek az Urat a földről, vízi szörnyek és mély vizek ti mind, tűz és jégesű, hó és köd, szélvihar, amelyek az ő rendelését cselekszitek. Ti hegyek és halmok minnyájan, minden gyümölcsfa és minden ti cédrusok, vadak és minden barmok, férgek és szárnyas állatok, földi királyok és minden nemzet, fejedelmek és minti földi bírák, ifjak és szűzek, vének, gyermekekkel dicsérjétek az Úrnak nevét, mert az ő neve dicső egyedül, az ő dicsősége égre, földre kihat, és felemelte az ő népének szarvát, dicsőítse minden ő kegyeltje, Izrael fiai, a hozzá közel való nép, dicsérjétek az Urat. Micsoda egy Isten dicsőítő Zsoltár, amely mindenkit felölel, mindenkit magába foglal. Az égi testektől, az angyaloktól kezdve egészen a földön levő mindenféle állatig, és királyokig, emberekig, ifjak, szűzek, vének, gyermekek, mindenki dicséri az Urat. Én azt kívánom, és arra ösztönzök mindenkit, hogy vegyük észre ezt a bibliai tanítást, szívleljük meg, és kapcsolódjunk be ebbe az egyetemes, nagy Isten dicsőítésbe, mert így éri el az ember igazán az ő rendeltetését, amire Isten rendelte, célját, és önmagát is, az ő helyét, az ő boldogságát így találja meg. Isten arra rendelt, hogy rábízzuk magunkat az ő kezére. Ő gondunkat viseli, ő gondoskodik rólunk, vigyáz ránk, és ezért mi dicsőíteni fogjuk őt. Egy író azt írja, Ellen White, az ő könyvének, a Nagy küzdelem című könyvének az utolsó paragrafusaiban, és ezt szeretném felolvasni. És az évek, az örökkivalóság évei folyamán még káprázatosabb, még dicsőségesebb dolgok tárulnak fel Istenről és Krisztusról. Nő a szeretet, a tisztelet és a boldogság, miként a tudás is. Az ember minél többet megtud Istenről, annál jobban csodálja jellemét, ahogy Jézus feltárja a megváltás kincseit, és a sátánnal vívott nagy küzdelem csodálatos eredményeit, a megváltottak szívét még nagyobb áhítat tölti be, és még mámorosabb örömmel pengetik aranyhárfájukat.
Tízezerszer, tízezer és ezerszer ezer hang cseng össze a dicsőítés hatalmas kórusában. A nagy küzdelem véget ért, nincs többé bűn és nincsenek bűnösök, az egész világegyetem megtisztult, a végtelen nagy teremtettséget tökéletes harmónia és boldogság tölti be, tőle, aki mindent teremtett, árad az élet, a fény, és az öröm a határtalan téren át, élők és élettelenek, a legparányibb atomtól, a legnagyobb csillagig, tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy az Isten szeretet. Tehát ez az embernek a kiindulási pontja, a rendeltetése és a végső célba érése, hogy miután minden helyre kerül, és miután minden helyre jön, az Isten helyre hozza, akkor az embernek nem marad más hátra, csak az többek között, hogy az Istent dicsőítse. Az ember arra lett rendelve, hogy éljen egy örök kivalóságon át, arra lett rendelve, hogy szeressen, arra lett rendelve, hogy uralkodjon a felett, ami fölött Isten uralkodóvá helyezte ki, és arra van rendelve, hogy visszaadja az Istent megillető dicsőítést és tiszteletet. És ez már most el kell kezdődjön, ha felfedezzük, ha rájövünk arra a pozícióra, és arra a helyzetünkre, amelyben az ember találtatik, hogy fölé vagyunk rendelve ennek a világnak, de alárendeltségi viszonyban vagyunk a teremtőnkkel kapcsolatosan. Az új szövetségből is, ha idéznék néhány igét, akkor a Rómabelekhez írt levél 11. fejezetében, miután Pál apostol betekint az Isten nagy megváltási tervébe, akkor elcsodálkozik, és felkiált egy imádati formában és dicsőítésben. A Rómabelekhez írt levél 11. fejezetében található ez a felkiáltása az apostolnak, ami valójában doxológia, Isten dicsőítés. Azt írja itten a 33. verstől: Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége, mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei, s kinyomozhatatlanok az ő útai. Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét, vagy kicsoda volt néki tanácsosa? Avagy kicsoda adott néki előbb, hogy annak visszafizesse azt? Mert ő tőle, ő általa is őre áll nézve vannak mindenek, övé a dicsőség mind örökké. Amen. Úgy szintén más igék számtalan az új szövetségben beszél arról, hogy az emberek már dicsőítették az Istent, és ebbe az irányba haladnak, ez a végső céljuk és a végeredmény, hogy eljussunk oda, hogy tiszta szívvel, örömmel tudjuk az Istent magasztalni és dicsőíteni. Ugyanezt található az Úr imádság, amire tanított Jézus Krisztus bennünket, a mi atyánknak a befejező részében, hogy jöjjön el a te országod és legyen meg a te dicsőséged. Én ezt az imát szeretném most elmondani, és mondjuk együttesen ezt az imádságot, amiben az ember célba ér. Az elején is arra kéri az Istent, hogy az ő terve, az ő akarata teljesüljön mindenek felett, és az ember nyerje el az isteni ajándékokat, és végső soron pedig szolgálja az Istent, és dicsőítse őt egy örök kivalóságon át. Imádkozzunk együttesen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Yeah.
Köszönöm Önöknek a figyelmet. A Biblia arról számol be, hogy mindig létezett egy közösség, egy nép, amely Istennek hálát adott, dicsőítette. Mi lenne, ha ez nem történne meg? Jézus Krisztus így szólt valamikor, mondom nektek, hogy ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Kívánom, hogy a mi életünkben ne a kövek adjanak hálát Istennek, hanem mi. Adja meg az Úr, hogy a mi ajkunkról soha ne hiányozzon a hálaszó, Isten dicsérete. Elérkeztünk a szabadság előtti utolsó igeszolgálathoz, és az Úr kegyelméből láthatjuk, visszatekintve az elmúlt fél évre, hogy gazdagon megáldott bennünket munkalehetőséggel, igei üzenettel, amelyet péntek estéről péntek estére közvetítettünk a kedves televízió nézőknek, és nem csak, hanem minden nap. Az augusztusi hónapban, a szabadság idején ismétlések kerülnek sugárzásra az általunk megfontolt lehető legjobb adások közül. Tudniuk kell azonban, hogy minden szerda este a szombatiskolai téma átbeszélése alkalmával friss adást közvetítünk, mert a hitéletben nincs szabadság, így együtt tanulmányozunk a továbbiakban is. Köszönöm a figyelmüket, Isten áldja Önöket. A viszontlátásra, békesség Istentől! Nem tud valamire.
mennybe